harmadik alkalommal rendeztek szakmai napot óvodapedagógusoknak. A résztvevőket az alpolgármester Hegedűs Ágota köszöntötte, aki maga is ezt a pályát választotta annak idején. A városvezetés részéről külön örömmel tölt el, hogy Szegedi pedagógusai ilyen összetartó közösséget alkotnak, és ami ennél is fontosabb, igényesek vagytok munkátokra, igényesek vagytok arra, hogy szakmailag és emberileg mindig fejlődjetek, gyarapodjatok. Nagyon fontos meghatározni azt, hogy mi is az önbecsülés, mert az önértékelést és önbecsülést sokszor egyenlően kezelik, pedig nem azok. Az önértékelés során reflektálunk magunkra, értékeljük magunkat, az önbecsülés pedig ilyen szempontból fordított. Benne vagyok a saját életemben, és pozitív érzelmi viszonyban vagyok magammal, de nem tagadom a realitásokat sem. Erről a szakmai nap egyik előadója, Pál Feri atya beszélt. Arról is beszélt, hogyan lehet segíteni. Tulajdonképpen, amikor egy szakember vagy egy szülő szeretettel néz a gyerekére, és a gyerek átéli, hogy örömet okoz az másoknak, hogy ő van, és a szeretetünket, a megbecsülésünket, a nagy értékelésünket kifejezzük a gyerekek felé, nem elsősorban szavakkal, hanem ahogyan kapcsolódunk, ahogyan ránézünk, és ahogy velük vagyunk, az tulajdonképpen, ami megalapozza a reálisan pozitív önbecsülést. A szakmai nap programja egyébként a burnout szindróma volt. A kiégési szindróma azt a tünetegyüttest jelöli, amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezőtlen stressz hatások következtében jött létre. Fizikai, érzelmi, mentális kimerüléssel jár, és elsősorban azokat sújtja, akik munkájuk során társadalmi segítő funkciót látnak el, humán területen dolgoznak, vagy akiknek munkájukhoz az átlagosnál sokkal nagyobb mértékű empátiára vagy azonosulásra van szükségük. A szervező úgy fogalmazott, inkább csak karcolják a felületét, mert nagyon sok idő kellene ahhoz, hogy részletesen beszéljenek róla. De a mindennapokban jól alkalmazható technikákról így is tudtak beszélni. Szerintem néhányunkat elér, sőt mindenkit egy icipicit megérint a pályája folyamán. Nem is ez a probléma, hanem az, hogyha ezt nem ismerjük fel. Tehát fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, tudjuk, hogy hogyan állunk, hogyan állunk, és mi az, ami minket tovább visz ezen a gyönyörű, szép, de nem könnyű pályán. A rendezvényről természetesen nem hiányozhattak az óvodások sem. Műsorral mutatkoztak be a szakembereknek.